Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Debrecen elleni vereséggel kezdték az évet a kék cápák. Lapidaris követ helyeztek el Sitko Ernő emlékművén. Idén is Nyíregyházán rendezik meg a fedett pályás atlétikai bajnokságot. A hétvégén folytatódik az Extraliga a Fátum Nyíregyháza számára. 250 négyzetméteres konditermet adtak át a Nyíregyházi Egyetemen. Vereséggel kezdte az évet a Hübde Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a Debrecent fogadták, és a vendégek 96-75-ös győzelemmel távoztak a Tiszavasvári úti csarnokból. A Tiszavasvári úti csarnokban teltház előtt fogadták a Debrecent, a két új játékost, a visszatérő Litván Pipirászt és az előző héten igazolt amerikai Kópszot felvonultató cápák. Jól kezdték a meccset a hazaiak, de a 7. percben utolérte ellenfelét a Deac, sőt a negyed végén már 13 ponttal vezetett a Debrecen. A második 10 percben tovább növelték előnyüket a vendégek, a nagyszünetre 31-55-ös állásnál vonultak le a csapatok. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. A harmadik negyedben ugyan volt egy jó periódusa a Nyíregyházának, de nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez, így továbbra is várnia kell első hazai győzelmére Darko Radulovic csapatának. Megismételtük a Sopron elleni teljesítményünket. Hiába készültünk arra, hogy mindenen javítunk, főleg a védekezésen, mindenben kudarcot vallottunk. Szomorú vagyok. Nagy energiával jött ide a Debrecen, mindenben jobb is volt, mint mi. Amíg úgy játszunk, mintha lányok lennénk, nem lesz esélyünk meccset nyerni. A mérkőzésen 10 pontot szerző Kass Balázs szerint is a védekezésükön kell javítani ahhoz, hogy mérkőzéseket tudjanak nyerni. Sajnos az első fél időben már úgymond eldőlt. Úgy gondolom, hogy amit megbeszéltünk védekezésbe, illetve sajnos támadásban is csak helyjel közel sikerült végrehajtani. Illetve egy ideig szerintem jól koncentráltunk védekezésben és támadásban is, de főleg szerintem a védekezésünkön kell javítani, hiszen nem is tudom, 25 vagy 7 pontot kaptunk az első negyedben, az nagyon sok. Igaz, meg szerintem talán a harmadik negyed lett egyenlő, de az is 25-25, szóval nem lehet ennyi pontot engedni negyedenként a csapatnak. A vendégek edzője annak örült, hogy valamennyi játékosa kivette részét a győzelem kiharcolásából. Boldog vagyok, hogy sokan elkísértek bennünket, és persze amiatt is, hogy a csapat jó munkát végzett. Igaz, hogy az elején akadt egy kis bizonytalanságunk, de aztán elkaptuk a ritmust, ez volt a kulcs. Igazi csapatmunkával arattunk győzelmet. A nyíregyházi nevelési Poyák László 3 triplával járult hozzá csapat a győzelméhez. Kellően agresszívan jöttünk ki a pályára, tudtuk, hogy a Nyíregyháza 2-3 játékosra építi fel a játékát, őket próbáltuk hatástalanítani és minél kevesebb ponton tartani, illetve minél kevesebb, azt szerettük volna elérni, minél kevesebb labda jusson el hozzájuk. A hibáikat nagyon jól megbüntettük egy-egy gyorsindítással, szerencsére a dobóformánk is nagyon jó százalékkal sikerült a mai nap, és hát könnyű előnyre tudtunk szert tenni, amit aztán végig meg tudtunk tartani. A mai játékunkkal elégedett vagyok, a harmadik negyedben volt egyedül egy kisebb periódusunk, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de tudjuk, hogy 40 percig nem mindig tartható egy jó forma egy mérkőzésen. Igazából szerintem majdnem minden mutatóba sikerült ma felülmúlnunk az ellenfelünket, úgyhogy elégedett vagyok a csapattal, gratulálok a csapatomnak, és köszönöm a szurkolóknak, akik kilátogattak és buzdítottak minket. A forduló további eredményei a következők: Oroszlány Albafehérvár 66-83, Zalaegerszeg Körment 109-77, Budapesti Honvéd atomerőműese 73-69, Kaposvár Szombathely 61-86, Sopron Szolnok 76-78 és Kecskemét Szeged 86-92. A tabella élén a Szombathely áll 14 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 13-2-es mutatóval rendelkező Szolnokot. Az egy győzelemmel és 13 vereséggel sereghajtó Nyíregyháza pénteken Szolnokon lép pályára. Lapidaris követ helyeztek el Sitko Ernő síremlékén. A Hollóházán készült kő és egy telefonos alkalmazás segítségével bárki megismerheti a volt sportoló és sportvezető pályafutását.
Sokat járunk sportmérkőzésekre, és már régóta beszélgetünk itt a barátokkal, hogy valami pluszt itt az emlékmű mellé, meg az Ernő emlékre létre kellene hozni, és nagyon jó barátunk itt a Lapidarisznak a megálmodója, kitalálója, és ő javasolta, hogy esetleg gondolkodjunk egy ilyenbe, és egy kb. 1-2 hónappal ezelőtt barátokkal összeülve eldöntöttük, hogy akkor az egyesületünk támogatásával létrehozzuk ezt az emlékkövet, illetve az emlékoldalt. A lapidariszkő kifejezés biztosan sokan hallották, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit is takar ez a kifejezés. Ez egy emlékkő, ez egy holóházi porcelánból készült, maga a holóházi manufaktúra készíti a lapidarisz megrendelésére ezeket az emlékköveket. Ez egy NFC csippel ellátott emlékkő, tehát egy kő, amihez egy okos készülékkel hozzáközelítve elnavigál minket ennek az emlék oldalára, ahova tényleg bármiféle történetet, fotókat, emlékeket fel tudunk tölteni. Mi van már az emlékoldal, mivel indítottatok? Az emlékoldal rögtön Ernőnek a mellszobrára navigálja az olvasót, a szoborról egy pár sort töltöttünk fel, illetve innen különböző menüpontok segítségével maga Ernő életéről Ernőt mutatjuk be, illetve egy fotógaléria segítségével fotók, videók, újságcikkek vannak feltöltve. Végezetül néhány szót az egyesületről, mikor alakultatok, mivel foglalkoztok, mit kell tudni rólatok? Egyesületünk több mint 10 éve alakult, 2 éve egy nagy átalakuláson ment át, nyíregyházi székhelyel működünk, főleg fiatalok támogatásával, környezetvédelmi, természetvédelmi akciókat szervezünk, illetve a sport területén próbálunk, mint tömegsport helytállni és így működni. A mai napon január 9-én ünnepelni is itt körülni az 51. születésnapját, viszont már közel 3 éve nincs köztünk. A városvezetése mennyire tartja fontosnak az, hogy ápolja az egykori kiváló sportember, sportvezető emlékét? Ez nagyon fontos, mert ugye nem csak egy városi sportvezetőről van szó, hanem egy 149-szeres magyar válogatott kosárlabdázóról is szó van, aki a magyar nemzeti csapatért és a korábbi klubjaiért is nagyon sok mindent megtett. Ráadásul Sitko Ernő egy olyan pozitív kisugárzású, egy olyan rendes ember volt, hogyha lehet ezt így mondanom, akire nem csak érdemes, hanem kell is emlékezni. A fiatalok, akik most kosárlabdáznak itt Nyíregyházán, vagy bárhol, érdemes, hogyha felnéznek rá, érdemes, hogyha megnézik azt, hogy az Ernő nem csak hogy hogyan kosárlabdázott, hanem milyen ember volt. Az emberi hozzáállás bizonyos dolgokhoz az alapvető. Azt gondolom ahhoz, hogy az ember az tudjon valakire emlékezni, tudjon valakiről egy olyan képet alkotni, aki már nincsen közöttünk. Ezért is van ez az emlékmű, és az emlékünk egy olyan alkalmazás már, amely a mai digitális világunk modern korszerűségének megfelelően ad lehetőséget minden erre járó okostelefonnal rendelkező embernek, hogy az Ernőnek az életpályáját ezen keresztül is láthassa. Aki ismerte Ernőt, vagy kapcsolatban volt vele, szinte mindenkinek van vele kapcsolatos emléke, élménye. Alpolgármester úrnak van esetleg játékos pályafutásában, vagy már vezetői pályafutásában kapcsolatos maradandó emlék? Mind a kettőből van. Ugye az Ernővel jó kapcsolatom volt, amikor már itt sportvezető volt. Már lopsitos kosaras volt az Ernő akkor, ugye lehet ezt így mondani, de a Szolnoki Olajban, amikor játszott, én nagyon sokszor láttam. Nagyon sokat jártam akkor Szolnokon, és a Szolnoki Olajnak a meccseire is, és emlékszem rá Danone-reklámból is nyilvánvalóan, mert akkor tényleg a magyar kosárlabdának ő egy nagyon kiemelkedő alakja volt, egy nagyon jó kezű ember volt. Az, ami a kosárlabdában, azt gondolom, hogy nagyon fontos, nagyon biztosan dobott, nem csak zsákolni tudott, hanem távolról is jól tudott dobni, ami a centerekre azért annyira, azt gondolom, hogy nem jellemző a kosárlabdába. Nem egy tipikus erőember volt, hanem egy kicsit ilyen higanymozgású játékos, akit itt magyar szinten nem nagyon tudtak tartani. Ezek az emlékeim megmaradtak, pedig ez már azért szerintem legalább 30 év tárlatából van, és remélem, hogy még ezek az emlékek bennem is sokáig megmaradnak. Ismét Nyíregyházán rendezik meg a fedett pályás országos atlétikai bajnokságot. Február 18-án és 19-én mérik össze tudásukat a legjobb magyar versenyzők a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban.
Tavaly 4 bajnokságot nyertünk, és ezt a szabadtéri felnőtt bajnokságon pedig még megtoldottuk egyáltalán, tehát ott 5 bajnokság volt, és még második helyekkel, dobogós helyekkel is, helyeket is sikerült szereznünk. Bízom benne, hogy ebben az évben is, hiszen ezek a körülmények, amelyek itt vannak, biztosítják azt a felkészülést, ami egyrészt a fedett pályán, majd később pedig a szabadtéri versenyeken, és hát célként pedig a világbajnokságon való indulást biztosítják a versenyzőinknek. Idén is Nyíregyházán lesz a fedett pályás országos bajnokság, lesznek előtte úgymond felvezető versenyek is, hogy néz ki a januári-februári program. Mivel Magyarországon nincs máshol fedett pálya, kivétel Budapest, de az a csarnok nem alkalmas arról, hogy jó eredményeket érjenek el. Így a sportcentrum vezetésével megbeszélve úgy döntöttünk, hogy 2 darab felkészülési versenyt rendezünk, most január 21-én és 28-án, ahol természetesen nem csak nyíregyházi versenyzők, hanem az ország más részeiből is ide utaznak a versenyzők. És nem csak Magyarországról, hanem már jelezték a szlovákok, románok, sőt már van Dániából nevezett versenyzők is, aki indulni fog a mi versenyeinken. Ha minden igaz, lesz egy szlovákok által szervezett verseny is. Így van, február 12-én a Kassai régió itt szervezi a saját bajnokságát. Már tavaly is megrendezték ezt a versenyt, nagy sikere volt, és ezen a versenyen is szeretném, ha a legjobb nyíregyházi atléták indulnának, hiszen kölcsönösen ők is indulnak nálunk, mi is indulhatunk az ő versenyeiken. Mert egy jó felkészülés majd a február 18-19-i 49. magyar bajnokságra. Amilyen itt lesznek a legjobb magyar atléták, kiktől várható a legjobb szereplése a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői közül? Ugye említetted, hogy tavaly 4 aranyéremmel zártunk. Azoktól, akik tavaly nyertek, én mindenképpen várom ebben az évben is, hiszen Bakosi Petinek meg kellene nyerni a magasugrást, Tóth Balázs súlylökésben nyert tavaly, és hát ott volt Nyisztor Petra, ugye, aki hármasugrásban elsőként állhatott fel a dobogó legmagasabb csúcsára, és hát akiben még bízom, Boros Bence, aki tavaly még nem indult versenyeken, de válogatott, és a kiemelt atlétikai programnak egyik tagja, ő már 60 méteren indulni fog ezen a versenyen, tőle is egy nagyon jó eredményt várok. És a gyaloglók közül pedig Helebrand Máté 5000 méteren szintén bízom benne, hogy megvédi a bajnoki címét. Ezeken a versenyeken már lehet szintet teljesíteni a fedett pályás Európa-bajnokságra, és egy picit távolabbra nézünk, ugye augusztusban Budapesten lesz az atlétikai világbajnokság. Mennyire egyházi versenyzőknek van esélyük, hogy ott legyenek a fedett pályás ebén, aztán majd a nyári VB-n is. A fedett pályás ebén nem tudom, hogy milyen létszáma utazik a magyar csapat, a szakmai vezetésnek döntése, viszont a világbajnokságra tudom, hogy akik a keretben vannak, azok az előfelsorolt versenyzők, tehát bízom benne, hogy 4 vagy 5 versenyzőnk bekerül abba a csapatba, akik a hazai rendezésű világbajnokságon ott lehet a legjobbak között, illetve ott lehet a versenyen, ha nem is a legjobbak között, de résztvevőként egy világbajnokságon ott lesznek a nyíregyházi atléták. Amikor átadták az atlétikai centrumot Nyíregyházán, várható, vagy tudni lehetett, hogy népszerű lesz a sportolók, atléták körében, hiszen Közép-Európában egyedülálló létesítményről van szó. Hogyan alakult az idei januári-februári program? Háttérben látható, hogy most sem üres napközben, sem üres a centrum küzdőtere. Ezt már tavaly lehetett sejteni, amikor gyakorlatilag a megnyitóval egybekötött fedett pályás országos bajnokságot rendeztünk, hogy a szakma egy nagyon-nagyon jó véleményt nyilatkoztatott ki az atlétika pálya feltételrendszeréről. Én azt gondolom, hogy egy olyan létesítményben állunk most, ami abszolút minden igényt kielégít, és nyilván nekünk a sportcentrum részéről az a feladatunk, hogy ezt maximálisan kihasználjuk, és töltsük meg a versenyzőink által. Honnan érkeztek edzőtáborozni ezekben a napokban, hetekben Nyíregyházára? Gyakorlatilag a nyári atlétikai világbajnokságra való felkészülés már javába tart az atléták körében, és azt kell mondjam, hogy a környező országokból, de távolabbi európai országokból is kapott a nyíregyházi sport
infrastruktúráért felelős gazdasági társaság foglalásokat az atlétikai centrumra. Én azt gondolom, hogy mind a szakma, mind pedig a közönség szempontjából is egy nagyon elfogadható és maximálisan szakmailag is kielégítő helyen állunk. A tavalyi fedettpályás bajnokság sikere után egyértelmű volt a folytatás, hogy ebben az évben is itt lesz a fedettpályás országos bajnokság, mind a szövetség, mind a sportcentrum részéről? Hát a sportcentrum természetesen ennek csak örül. A végső szót a Magyar Atlétikai Szövetség mondta erre ki, de nagy öröm számunkra, hogy abszolút jó partneri kapcsolat van közöttünk, és nem volt kérdés számukra se, hogy máshol vigyék ezt a rendezvényt. A hétvégén folytatódik a bajnokság a Fátyú Nyíregyháza számára. Az Extraliga 6. helyén álló röplabdázók a 2. helyezett Békés Csabát fogadják. Ja, az Esport Kft. 3 csapatot üzemeltet, a kosárlabdások számára nem volt túl hosszú a téli pihenő, már folytatódott is a bajnokság is a hétvégén, és azt követően elkezdik a röplabdázók és a futszálosok is, kezdjük a röpisekkel, picit tekintsünk vissza az elmúlt őszre, amire talán lehet azt mondani, hogy elmaradt a várakozástól. Összességében, ha a csapat helyezését nézzük, akkor talán azt mondhatom, hogy igen, viszont a mostani játéképét és azt a fejlődő tendenciát, amit mutat a csapat leginkább az edzőváltás óta, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó úton vagyunk. Maga az edzőváltás is jól sült el, hiszen az első mérkőzés még a régi vezetőedző másodedzőjével, illetve az új vezetőedző másodedzőjével, Pampuk Csabával sikerült megnyerni, és azt gondolom, hogy utána elindultunk egy olyan úton, amit mutat ugye a kupába való legjobb 4-be kerülés, hiszen az első célunkat decemberre teljesítettük, ami abszolút jó irányt mutat. Én azt látom, hogy abszolút elérhető az a cél, amit kitűztünk, hogy a bajnoki érmes helyezések egyikét tudjuk elérni, hiszen annyira sűrű a mezőny a 3.-tól a 6.-7. pozícióig, hogy akár egy győzelemmel is ott lehet a közvetlen éllovas, Vasas, Békés Csaba mögött bármelyik csapat. A keretben is voltak változások, várható-e még változás, vagy pedig ezzel a kerettel játszóig a szezont az együttes? Amíg bármelyik sportágban nincs vége az átigazolási időszaknak, addig felelősen nem lehet azt mondani, hogy nincs további változás a keretben. Szakmailag én azt gondolom, hogy jól sikerült kiválasztani mind a légiósokat, mind a magyarokat. Most ugye egy magyar lány távozott a keretből, viszont a saját utánpótlásunkra szeretnénk fókuszálni azon a pozíción, így került fel Földi Boglárka teljes értékű játékosaként a Fátun keretének, illetve január 31-ig tart ez az átigazolási ablak, addig természetesen bármilyen sérülés, olyan jellegű betegség történhet, ne történjen, tehát azt nem mondhatom, hogy nem változhat a keret, de mély nagyságrendi változásokra azért nagy valószínűséggel már nem fog sor kerülni. A futszálosok újoncként vágtak neki az NB1-nek, az ő szereplésükre talán lehet azt mondani, hogy megfelel a várakozásnak. Igen, az egy sikersztori továbbra is, én azt gondolom, a futszal, hiszen 3 szezonon belül 2 osztályváltással most ott vagyunk a legjobbak között. Ez egy nagyon nagy szó, és az is nagyon nagy szó, hogy ugye egy Berettyóújfalut tudtunk megverni itt az év vége felé, illetve minden olyan csapatot, akik közvetlen riválisaink, azért nagyságrendileg meg tudtunk verni, tehát ott vagyunk a 7., 8., 9. hely környékén. Vélhetően a felsőházi rájátszás, az első 6 helyezés elérése az irreális, bár nem is gondoltuk, hogy nekünk első évben ez lenne a célunk, hanem az, hogy egy biztos bennmaradás legyen, egy biztos szurkolói közösség alakuljon ki a csapat mögött. Ez eddig látszik, de próbálunk még a csapaton egy picit erősíteni, ha tudunk, és megcélozni a lehető legjobb helyek egyikét. Kupában is áll még a csapat, a napokban jutott tovább. Igen, a kupa ez kicsit később kezdődött számunkra, hiszen erőnyerőként az első körben nem kellett részt vennünk. Egy magabiztos győzelemmel egy megyei csapatot sikerült Kétvárra fektetni 7-1-jel, úgyhogy ott is ott indul, most indul szerintem a nehezebb része. Kupában is minden mérkőzés számít, hiszen szeretnénk minél tovább jutni. A sorsolás szeszélye eldönti, hogy ki lesz a következő ellenfél. A kosarasok a Tiszavasvári úti csarnokban játsszák a hazai meccseket. Hol fognak majd játszani a röplabdázók és a futszalosok? Egyenlőre az biztos, hogy a röplabdázók megkapták ugyanúgy a kosárlabdához hasonlóan az engedélyt arra, hogy a bencsiskola Tiszavasvári úti csarnokában játsszuk a hazai mérkőzéseinket. Ezek általában az alapszakasz végéig, március közepéig, végéig tartanak mind röplabdában, mind kosárlabdában. Külön kell választani ettől a futszal csapatot, hiszen ott az MLS rendszere a kinti futball mérkőzésekhez hasonlítja úgymond a futszalt, tehát kvázi nincsen fűtés minimum, nincsen hőmérséklet minimum. Tehát mind a játékosok is hozzá vannak szokva kvázi a hidegebb légkörhöz, hiszen nagyrészt nagypályás játékosokról beszélünk, akik korábban ott játszottak, tehát őket, amíg tudjuk, addig biztosan a Continental Arena-ba fogjuk játszatni. Új konditermet adtak át a Nyíregyházi Egyetemen. Az 50 millió forintos beruházás eredményeként 250 négyzetméteren 30 gép várja az intézmény hallgatóit és dolgozóit.
A Nyíregyháza Egyeteme a sportképzés egy régi hagyományra tekint vissza, és a sportlétesítményeink ennek megfelelően rendelkezésre álltak. Öröm számunkra, hogy ezeket fel tudtuk újítani, újakat is tudtunk telepíteni, és ez a legújabb, ahol most is vagyunk, ez egy kondi terem, amelynek az ötlete még 2021-re nyúlik vissza. A modellváltással kezdődött tulajdonképpen a tervezés. A fenntartó, az alapítvány kuratóriuma javaslatára döntöttünk amellett, hogy egy ilyen beruházásba belevágunk, és az ő segítségükkel és a minisztérium támogatásával sikerült ezt a mai napra megvalósítanunk. Mekkora összegről van szó, és mit akart ez a beruházás? Alapvetően a gépek beszerzését akarta, illetve részben a teremnek a kialakítását. Több mint 50 millió forintos beruházásról beszélünk nettó értékben, tehát egy jelentős beruházásról beszélhetünk. Elsősorban az egyetemi polgárok számára, a testnevelés képzés számára szeretnénk ezt hasznosítani, de a jövőben tervezzük, hogy ezt szélesebb publikum számára is megnyitjuk, és akár a városlakók is tudják ennek az előnyét élvezni. Van esetleg akár tervezés, hogy ott lesz szinten további sportszélű beruházás az egyetemen? Természetesen mindig vannak ötleteink, ezt mindig az aktuális helyzet és a gazdasági körülmények döntik majd el. Most egyelőre a legfontosabb számunkra az, hogy az eddig elért eredményeinket és az eddigi beruházásainknak a színvonalát meg tudjuk őrizni, ezen fogunk dolgozni ebben az évben is. A Nyíregyháza Egyetem a képzés életében központi szerepet tölt be a sporttudományi intézet számára. Mekkora előrelépés jelent ez a most átadott konditerem? Azt gondolom, hogy nagyon nagy előrelépés, mint hogy minden sportlétesítményünk fejlesztés egy nagy előrelépés, hiszen hirdetjük, hogy egészségfejlesztő egyetem vagyunk, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy minél szélesebb körül, minél gazdagabb kínálatot tudjunk adni az egyetemi polgároknak, mind a hallgatóknak, mind pedig az oktatóknak. Természetesen a képzéseinkben is szeretnénk ezt a termet használni. Korábban is volt már az intézetben edzőtermünk, viszont kinőttük ezt az edzőtermet, ott a gépek egy kicsit már elavultak, ezek a gépek valóban minden igényt kielégítenek, a 21. századnak megfelelő professzionális gépekről van szó, és vannak olyan tantárgyaink, amelyeknek a keretében a gyakorlati órák itt kerülnek majd megvalósításra. Kutatás tekintetében is szeretnénk majd használni, a motorikus képességek fejlesztése tekintetében is, és az egyetemi hallgatóságnak, az általános testnevelés óráinak egy részét is szeretnénk itt majd megtartani. A felvételizők között mennyire népszerűek az egyetem által kínált és voltak kapcsolatos képzések? Azt gondolom, hogy egyre népszerűbbek. Igyekszünk a képzési portfóliónkat bővíteni. 2023-tól az edző specializációnk kiegészül a kosárlabda szakedző specializációval, és egyre nagyobb hallgatói létszámra számíthatunk. Mennyi hallgató van a intézetnek? Összességében a összhallgatói létszámnak az 1/5 sportszakos hallgató. 3 fő területünk van, a testnevelő tanár szak, az edző alapképzési szak és a sportszervezés alapszak. Itt mintegy 250 négyzetméteren több mint 30 gép található. Ebben az új konditeremben gondolom, mint mindennek, egy konditerem berendezésének is megvan a koncepciója. Mi alapján indultatok el, és lett ilyen ez a terem, amilyen? A fő koncepció az az, hogy lényegében a sportolóknak, a sportimádóknak, a sportot szeretőknek szerettünk volna olyan gépeket adni, amely minden izomcsoportot meg tud mozgatni. Tehát ez a legfőbb cél egy konditerem összeállításában, vagy szempont. És hát igyekeztünk tényleg tornyokat beletenni, lábtolókat, fekvenyomópadokat, és más olyan berendezéseket, amelyekkel valóban, de ahogy említettem, minden izomcsoportot meg tudunk mozgatni. És gondolom, nem csak egy konditerem berendezésének, egy edzés felépítésének is van koncepciója. Mit ajánlotok, hogy kezdjenek azok hozzá itt a munkához, akik még mondjuk nem találkoztak ilyen gépekkel, vagy nem végeztek ilyen tevékenységet? Évelején általában mindenki elkezd edzeni, elkezd mozogni, szeretne súlyt leadni. Keresen fel egy szakembert, aki meg tudja mutatni neki, hogy hogyan kell helyesen használni a gépeket, mert nagyon sok olyan emberrel találkoztam konditermekben, hogy nem tudja hirtelen, hogy mihez nyúljon. Természetesen ennek is megvan a menete, akár 3-as, 5-ös felosztásban, attól függ nyilván, hogy tud, milyen napokon tud menni edzeni. Napi szinten 2 izomcsoportot ajánlok megedzeni, ez nagyon fontos a fejlődéshez, és a minimum 3
napi edzés az, ami fontos a fejlődéshez. Szombaton folytatódik a nyíregyházi kispályás téri teremradarúgó bajnokság. A sorozatra 33 csapat nevezett, a mérkőzéseknek pedig a nyírpazonyi sportcsarnok adott otthont. A hagyományokhoz híven a szabadtéri szezon után már elkezdődött a nyíregyházi városi téri kispályás teremradarúgó bajnokság, de előtte még egy picit beszéljünk az őszi idényről, hogyan zajlott, rendben lementek a meccsek. Minden rendben lement a nehézségek ellenére, hiszen a bajnokság közepén, május közepén ugye három pályát a stadioni beruházás miatt át kellett, hogy adjunk, ezért csak a D, E és F pályán játszhattunk, illetve a kisműfős pályán is folytak a mérkőzések, de ezzel megszűnt a szerdai esőnap. Tökéletesen jól sikerült befejezni, két olyan komoly esőnap volt, ami miatt halasztani kellett, de ezeket is bepótoltuk, sőt a csapatok partnerek voltak abban, hogy az elmaradt mérkőzéseket a kisműfűves pályán hétvégén is tudtuk pótolni, ezért bezártuk az ősz idényt, és természetesen várjuk majd a tavasz idényt. Itt is ugyanúgy azok a nehézségekkel szembenéznünk, amik eddig voltak, hiszen a stadioni beruházás az továbbra is zajlik, és én bízom benne, hogy a jövő év elejére már vissza tudjuk majd kapni azt a három pályát is. A nagypályás futballcsapatokat érzékenyen érintette az energiárak emelkedése, hallani arról, hogy szűnnek meg csapatok. Kispályás futballt érintette ez valamennyire? Milyen létszámmal zajlik a bajnokság? 107 csapattal zajlott a bajnokság. Ugye az őszidényt, ahogy említettem, az befejeződött. A végén volt egy kis megingás, hiszen úgy tűnt, hogy le kell ezt bizonyos lámpákat kapcsolni nálunk is, de hát az akkor már kivitelezhetetlen lett volna, hiszen így is elég gyenge a világítás a pályákon, akkor nem tudtuk volna befejezni a bajnokságot, és akkor rákényszerültünk volna arra, hogy hétvégén játsszuk a találkozókat világítás nélkül, de én bízom benne, hogy a jövőt illetően ez meg fog oldódni, ez a probléma. Mindent elkövet a városvezetés is, a nyíregyházi sportcentrum vezetése is annak érdekében, hogy ez jól működjön. Mindent megkapunk egyébként a NyírVV non-profit KFT-től, tehát kitűnő pályák, de hát a lehetőségek ugye zárosak, hogyha energia probléma van, akkor ez őket is érinti. Milyen létszámú mezőny, milyen helyszínen vágott neki a téli terembajnokságnak? Nyírpazonyba, egy csodálatos sportcsarnokba kezdtük el a bajnokságot. Itt is sokáig rezgett a léc, hiszen úgy volt, hogy nem fogjuk tudni megrendezni a bajnokságot. Ugye a benchbe, ahol eddig több mint 10 éve bonyolítottuk a bajnokságot, oda került az utánpótlás, sőt az élsport is. Ott játszott már mérkőzéseket és az edzések miatt, így nem tudtuk azt a helyszínt igénybe venni, máshol pedig nem volt lehetőség itt Nyíregyházán, de Dugai László nyírpazony polgármestere segítőkezet nyújtott felénk, és kellemes bérleti díj mellett tudtuk elkezdeni a bajnokságot november 12-én, és most már mondhatom azt, hogy a felénél tart a bajnokság, hiszen 100 mérkőzést lejátszottunk, 33 csapat játszik a bajnokságban, ABC csoportokban, és a csoportokban ugye körmérkőzés van, mindenki játszik mindenkivel, és február 25-én egy nagyszabású szuper döntővel zárjuk, mint ahogy eddig is a kispályás bajnokságot. Milyen játéknapokon lépnek pályára a csapatok? Kedd este 6 órától 10 óráig játszik mindig az A csoport, tehát ez 5 mérkőzés, és szombati napokon pedig 9 órától délután 5 óráig játszanak a csapatok, akkor játszik a B és a C csoport. Február végét említetted, mikor folytatódik majd a szabadtéri szezon? Szeretném, hogyha az időjárás engedi, akkor március közepén elkezdeni a bajnokságot, és itt is benne van a lehetőségek között az is, hogy esetleg kell játszanunk akár a hétvégén is mérkőzéseket, ha az energia válság ez nem oldódik meg. Én bízom benne, hogy ezek a lehetőségek meg lesznek továbbra is, és megkapjuk a lehetőséget arra, hogy tudunk majd játszani. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!